pontokkal kezdjük, és van egy napirendi... Igen, egy ötti fel. Napirend előtti felszólás. Akkor gombkötő úr, napirend előtti felszólás. Köszönöm szépen. Tisztelt kerepesi lakosság, tisztelt képviselőtestület, tisztelt polgármester úr. Azt szeretném bejelenteni, hogy eddig volt 2 darab népszavazási kezdeményezésem. Mind a 2 visszautasították, a második az még folyamatban van, a második kör. És ezzel kapcsolatban szeretném jelezni, hogy megjelent a kerepesi újságban egy cikk erről, hogy lesz-e népszavazás, vagy nem lesz. Én mindent elkövetek, hogy legyen. Ennek érdekében nagyon röviden csak tényeket szeretnék közölni. 3 darab határozati javaslat került a képviselőtestület elé eddig. Időrendi sorrendben csak idézek a határozati javaslatból, mert hosszú lenne most mindet felolvasni. Tehát első, hulladékkezelőt kívánnak megvalósítani március 8. Hulladékkezelő létesítését május 10. Hulladékkezelő létesítését június 28. Tehát az átminősítés neve hulladékkezelő. Az utolsó javaslathoz, anyagához csatolva van egy elég szép, hosszú, részletes tanulmányterv, ami, ha ez van egy olyan lap, hogy aláírólap megrendelő, Kerepesváros önkormányzata 2016 március, képviselő Franka Tibor polgármester. Tehát a cikkel szemben itt van egy megrendelés az önkormányzat részéről. Azt mondanám még el, hogy az egy nagyon nagy probléma az újságcikkel kapcsolatban, hogy kimaradtak olyan dolgok belőle, hogy igen, szemérmes volt az előterjesztő, ugye, mert az lett leírva egy hulladékkezelő, miközben ez takar egy hulladék égetőt is, ami kimaradt az előterjesztésekből, de a teljes anyagban benne van, megtalálható. És az lenne a kérdésem ebből kapcsolatban a polgármester úrhoz, hogy ki hergel kit, mi az az alantas szándék, és a lakosság véleményének a kikérése miért ördögtől való, ezt nem értem, erre szeretnék látni. Már azt mondom, köszönöm a felvetését, mert az nem ördögtől való, hanem én azt mondom, és ez a tény jelen pillanatban a mai napig, hogy senki Kerepesváros önkormányzatát nem kereste meg azzal, hogy hulladék kezelőt próbálj teljesen. El is mondom, hogy az önök választási kérdése, hogy akarnak egy hulladék kezelőt, tehát nincs ilyen, tehát jelenleg Kerepesen senki nem tárgya, senki nem keresett meg. Tehát azért mondom, hogy ami nincs, arról nehéz lenne most bármi is népszavazni. Hogy lenni a válaszom, és hát gondolom, igen, hogy ennek van egy ilyen politikai életszája. Most kérem szépen, hogy pontosított leírom, hogy egyébként, ha az ipari területét tud minősülni, akkor nem hulladékkezelő, de akár az is, vagy másodban beruházás jövőben, amely Kerepesváros közönségének az adók kötelezettségét kiváltaná, mint hogy eddig is nem kell fizetni adót. Én ezeket így tanulhatom. Az, hogy a választási bizottság hogyan dönt arra, hogy nincs rá határozott és semmi közülünk hozzá, tehát az tőlünk független, gondolom, hogy az. Tehát jelen pillanatban Kerepesen nincs hulladék kezelő ügyben, nincs ilyen megkeresés. Tehát ami nincs, arról nem lehet beszélni, ha majd lesz ilyen, akkor lehet beszélni róla, de ilyen jelenleg nincs. Hát lehet, hogy majd lesz egy raktáráruház megkeresés. Arról beszélek róla, de nincs. Tehát olyan lesz, akkor arról fogunk beszélni. Ennyit tudok mondani, hogy a akkor erre azt szeretném reagálni, hogy akkor ez nem tudom, hogy a szemem káprázik, vagy elírás történt, mert szó szerint ez van az anyagban benne. Területi hatásvizsgálat. Az M31-es autópálya komplex pihenője mellett tervezett hulladékkezelő létesítését megalapozó, beépítésre szánt terület kivételes kijelölése és területcsere. Tehát milyen célból? Nem áruház céljából, hanem itt leírja hulladékkezelő létesítését megalapozó. Szó szerint. Úgyhogy úgy látszik nekem csak a szemem káprázik, ezért aztán ezt szeretném, hogyha egy rövid versikével még megtoldanám, nagyon rövid lesz. Magyar órán 1-es kaptam értésből. Népszavazás nem lehet a kérdésről. Básti elvtárs itt maradt még közöttünk, érezzük, csak töröldés van fölöttünk. Gátőr is kell,
gátat vetni, terelni, népszavazást értelmezni, elvetni. Képviselők hulladékról értekeznek. Ne gondolkozz, helyetted is értelmeznek. Köszönöm szépen. Azt hiszem hozzánk olyan szépen, hogy szerintem mondom, hogy nincs ilyen. És az, hogy a Választási Bizottság, és nem a helyi, hanem úgy tudom, az első esetben már a központ is,